Sziasztok! Hiába sok éves akvarell tapasztalat, vannak festés közben olyan helyzetek, amiktől a frász tör rám. Ilyen például, amikor mondjuk eltépem az akvarell papírt, miközben leszedném a tömbről, vagy valamilyen mocsárszint kenek fel a képre, mert lusta voltam időben festővizet cserélni. Az ilyen kicsit ügyetlenségből, kicsit hülyeségből kialakult hajtépések elkerülésére gyűjtöttem össze 7 tippet, amit minden akvarellezőnek érdemes kipróbálnia. Úgyhogy minden további nélkül csapjunk is bele a közepébe. Összeugrik a színpalettán a festék. Szinte minden workshopomon előkerül ez a probléma, hogy a vadonatúj palettán, amin a festéket keverjük, nem látszanak a színek, mert a víz egyszerűen összeugrik. Egy festék palettának valahogy így kellene kinéznie. Ehelyett mi történik egy teljesen új palettán? Ez. Tapasztalatom szerint pár hét használat után ez magától is megszűnik, de addig marad a frusztráltság. Ha csak neki nem esünk fogkrémmel. Igen, jól hallottátok, fogkrémmel. A fogkrémből egy kevés is elég, amit egy alig nedves papírtörlővel utána szét lehet kenni a teljes palettán. Fontos, hogy ne takarítsátok le a teljes fogkrémet, mert akkor értelmét veszti a dolog. Csak maradjon rajta egy vékony rétegben. És az eredmény? Már nem mászik el a festék, a frusztráció maximum attól marad meg, hogyha nem tudjátok kikeverni a megálmodott színeket. Képtelenség letépni a papírt. Hány lapot téptetek már el, miközben megpróbáltátok lehúzni a tömbről? Én meg sem tudom számolni, hogy hányat, különösen a 4 oldalon leragasztott lapoknál. Azt még nem tudom, hogy sok gyártó miért ragaszkodik ezekhez a brutál erős ragasztókhoz, de a megoldást már kitaláltam. Schnitzer. A Schnitzer hegye még a 4 oldalon leragasztott lapok közé is befér, és hogyha kellően éles, akkor sérülés nélkül le tudjátok hámozni a papírt. Mert csak arra kell ügyelni, hogy a kezetek se sérüljön. A feltépet ragasztó esete. Ha a fentiek ellenére nem vagytok barátok a 4 oldalon leragasztott akvareltömbökkel, akkor esélyes, hogy a maszkoló szallaggal ragasztjátok le a lapot, így óvjátok meg a hullámosodástól. Ameddig tart a festés, addig minden szép és jó, de amikor a legkielégítőbb pillanatnak kellene következnie, tehát hogy lehúzzátok a ragasztócsíkot, akkor egyszerűen elszakítjátok a képet. Ha már megtörtént a baj, akkor nincs mit tenni, de hogyha még a megelőzés pillanatában vagytok, akkor jók az esélyeitek. Mielőtt leragasztjátok a lapot, ragasszátok az asztal vagy a ruhátok felületéhez a ragasztócsíkot egyszer-kétszer. Így már nem ragad annyira erősen, mint amikor frissen jön le a korongról. Ha elkészült a kép, akkor nagyon fontos, hogy a festék tökéletesen száraz legyen, mielőtt lehúzzátok a ragasztót. A nedves papír sokkal könnyebben szakad, nem beszélve arról, hogy ha nedves állapotban húzzátok le a ragasztót, akkor még be is hullámosodhat újra a lap. Utolsó lépésként pedig lassan, 180 fokban visszahajtva húzzátok le a ragasztószalagot. Behullámosodott a lap. Ha a ragasztózás elmaradt, akkor esélyes, hogy behullámosodik a lap. Tökéletesen kisimítani ilyenkor már nem lehet, de valamennyit még lehet rajta menteni. Várjátok meg, ameddig teljesen megszárad a kép, fordítsátok fejjel lefelé, tegyetek rá egy konyharuhát, nehogy elfüstöljön, és egyszerűen vasaljátok ki. A vasaló fokozatával érdemes kísérletezni, az én vasalom például maximum fokozaton sem elviselhetetlenül meleg, úgyhogy nálam azon fut, de ti inkább alacsonyabbal kezdjetek, nehogy lakástűz legyen a vége. A vasalás eltarthat egy ideig, ez megint csak függ a hőfoktól, közben lehet csekkolni, hogy jó-e már. Hogyha a kitartó vasalás ellenére sem tökéletes, akkor a még meleg lapot be lehet tenni egy stóc könyv alá, hogy ott hűljön ki, ez még fog rajta dobni egyet. Túl sötét festék kerül a lapra. Kevésbé gyakorlott színkeverők egyik legalapabb problémája, hogy túl sötét szín került a papírra. Nagy a baj, mert az akvarell nem fedőfesték, ezért nincs lehetőség javítani. Ami a papírra került, az ott is marad. Ha csak nem, időben vesszük észre a bibit. Ha csak egy pöttyi került a képre a túl sötét festékből és még nem száradt meg, akkor mártsátok az ecsetet vízbe, jó alaposan mossátok ki, és a sima vízes ecsettel kenjétek szét a túl sötét pigmentet nagyobb felületen. Ezzel megnöveltük a víz arányát a pigmenthez képest, úgyhogy sikerült világosabbá tenni a felületet. Lusta vagy vizet cserélni? Mivel nem figyeltünk rá, hogy a világosabb színekkel kezdjünk, ami az akvarellben amúgy alap lenne, ezért jó alaposan bemocskoltuk a vizet. Ezután kéne világos sárgára festeni a virág közepét. Hoppá, ez így elég mocsaras lesz.
Persze lehet előre gondolkodni és jó időben vizet cserélni, de van megoldás akkor is, hogyha világlustái vagytok, ahogy én is. Állítsatok be egy extra pohár vizet, amit akkor használtok, hogyha valami nagyon világosat kell festeni. Először kimossátok az ecsetet a koszos vízben, utána mehet bele a tisztába egy második mosásra, és ezzel szinte biztos, hogy kimostátok az összes pigmentet az ecsetből. Egyébként, hogy erre szükség van-e, azt úgy tudjátok csekkolni, hogy alaposan kimossátok a koszos vízben az ecsetet, és megnézitek egy próbalapon vagy tiszta papírtörlőn, hogy hagy-e nyomot. Ha nem hagy, akkor az még bőven használható. A legtöbb esetben a festék nagyon hamar megszínezi a vizet, és már olyankor is koszosnak látszik, amikor még bőven ki lehet benne mosni az ecsetet. De a dupla vizes pohárnál biztos, hogy jó sokáig tudtok egy helyben ülni. Szétáll az ecset szűre. Ez az utolsó trükk nem minden esetben működik, de volt, hogy már segített, ezért úgy gondoltam, hogy ezt is beleveszem ebbe a sorozatba. Ugye az ecsetek élete sem tart örökké, egy ponton elkezd szétálni a szőrük, és onnantól lőttek a finom, vékony vonalaknak. Ekkor lehet bedobni a mosogatószeres kezelést, amit a maszkoló folyadéknál is alkalmaztunk már. Fogom a száraz ecsetet, és meghempergetem egy kevés mosogatószerben. Utána tiszta vízben kimosom, és addig formázgatom a szőröket, ameddig elégedett nem vagyok az alakjával, végül pedig hagyom megszáradni az ecsetet. Ez nem egy végső megoldás, előfordul, hogy pár használat után megint szétáll, de egy próbát azt mindenképpen megér. Tapasztalatom szerint az, hogy működik-e, az több dologtól is függ. Először is vannak menthetetlen ecsetek, ezt el kell fogadni. Emellett az sem mindegy, hogy milyen hosszú az ecset szőre, a hosszabb szőrű ecseteket például sokkal könnyebb megformázni, és könnyebben meg is tartják az alakjukat. Végül az sem lényegtelen, hogy milyen anyagból van az ecset szőre, nylonból vagy állatszőrből. Minden esetre, hogyha rossz állapotban van az ecsetetek, akkor érdemes kipróbálni, hát ha még menthető a helyzet. Ezek voltak az én kedvenc akvarell trükkjeim, hogyha nektek vannak extra tippjeitek, akkor ne felejtsétek el megosztani őket kommentben, illetve arról is szívesen hallanék, hogyha kipróbáljátok őket, működtek-e ezek nektek, milyennek találtátok őket. Ne felejtsétek el lájkolni a videót és követni a csatornát, mert hamarosan újra találkozunk. Köszi, hogy itt voltatok ma velem. Sziasztok!